Trianon konferenciát szervezett a Protestáns Újságírók Szövetsége szombaton a Lenk villában. Az egésznapos rendezvényen egyetemi tanárok, történészek és újságírók tartottak különböző előadásokat Trianonról, a nyugat-magyarországi felkelésről, a népszavazásról és Sopron történelmi múltjáról. A centenáriumi emlékévben számos történelmi és kulturális program emlékezik meg Sopron és az ország múltjáról. A mostani trianoni konferencián Nagy Katalin, a Protestáns Újságírók Szövetségének elnöke beszédében kiemelte, a soproni népszavazás 100. évfordulója tökéletes apropója annak, hogy bepótolják a tavalyi Covid-helyzet miatt Nagyváradon elmaradt trianoni konferenciát. Idén a leghűségesebb város előtt tisztelegnek emléket állítva annak a kiállásnak, amelynek köszönhetően 100 évvel ezelőtt Sopron és a környező városok magyarok maradtak. A rendezvényen részt vett dr. Farkas Ciprián Sopron polgármestere, aki köszöntőjében hangsúlyozta, hogy minden olyan kezdeményezést szívből fogadnak, amely kapcsolódik a népszavazás emlékévéhez.